Köszöntöm Önöket! Mai vendégünk a Szent István Cserkészcsapat parancsnoka, Keresztúri András. Szia! Szia, köszönöm, hogy itt lehetek. Mi is köszönjük. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan alakult a cserkészcsapat? A csapatunk a 90-es évek elején kezdte meg működését. Eleinte egy ilyen hittanos csapatból állt össze a brigád, és csapatunk alapítója, dr. Vestein András és felesége, Vestein Etelka volt. Ők álmodták meg ezt az egészet. Először egy hittanos csapatként indultak, és aztán elkezdtek érdeklődni a nomád táborozás iránt, illetve voltak cserkész ismerőseik, és a 95-ben úgy döntöttek, hogy ezt a társaságot egy cserkész csapattá formálják át, és ott hivatalosan is megalakult a Szent István Cserkész Csapat. És te hogy találkoztál először a cserkészettel? Hogy csatlakoztál? Igen. Én 2007-ben csatlakoztam a csapathoz, akkor voltam 7 éves, gyakorlatilag ez is a rendszer körülbelül, hogy 7-8 évesen csatlakoznak a gyerekek, és én az egyik óvodástársamtól, az ő szüleitől hallottak a szüleim róla, és akkor így együtt csatlakoztunk a csapathoz. És hogy lettél parancsnok, ilyen fiatalon? Hát itt már egy nagyobb ugrás van a történetben, mert 2007-ben ugye csatlakoztam, mint kis cserkész, aztán később őrsvezetővé váltam. Az őrsök azok a kis egységek, amikben működik a csapatunk. Ezek körülbelül 6-8-10 fős egy nemű kis csapatok, és ezekből áll össze a nagyobb csapat. És később aztán én is őrsvezető lettem, tehát nekem is lett egy ilyen kis őrsöm. Aztán később éreztem, hogy ez jó, amit csinálunk, és egyre nagyobb és nagyobb feladatokat vállaltam. Aztán végül jeleztem is, meg úgy is tartotta az előző parancsnokunk, hogy alkalmas lehetnék a feladatra, és 2022-ben talán felkért, hogy legyek én a következő, aki ezt a csapatot vezeti. Ez jellemző egyébként, hogy ilyen fiatalon valaki parancsnok lesz? Hát én vagyok hivatalosan a csapatunknak a negyedik parancsnoka, mert a csapatalapítónk, Vestein András, ő hosszú-hosszú éveken keresztül, 95-től egészen 2016-ig vezette a csapatot, és egyébként azóta is rengeteg energiával és idővel segíti csapatunk munkáját. De egyébként azóta ez a jellemző, hogy a 20-as éveik elején veszik át a parancsnokságot, és általánosságban a mozgalomban is ez a korosztály jellemzőbb, hogy ők vannak itt ezen a szintjén a vezetőségnek. És mi a dolga egy parancsnoknak? Hogy kell ezt elképzelni? A fő feladata egy parancsnoknak az, hogy biztosítsa azt, hogy a csapat élete működjön, hogy a csapat programjai évközben azok zökkenőmentesen lefolyanak, hogy a toborzás, az új tagok felvétele jól működjön, és hogy a fő eseményünk, ami a cserkésztáborok, ezek is sikeresen végbe menjenek. És az, hogy ez milyen módon van, hogy hány segítője van, hogy hány ilyen úgymond egysége van, az már abszolút rajta múlik, a vezető működésén múlik. Illetve még egy fő feladat az, hogy a nevelési programunkat is felülvizsgálja és ellenőrizze, és ennek az átadását is bebiztosítsa. Akkor itt egy picit bele is mehetünk a tevékenységekbe, hogy mi a ti fő tevékenységetek, meg ezt így, hogy mire osztható. Mesélj erről egy picit, kérlek szépen. Igen. A cserkészet ez egy ifjúságnevelő mozgalom, tehát alapvetően gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozunk. Amint már mondtam, körülbelül 8 éves korukban csatlakoznak hozzánk gyerekek, és egészen körülbelül 18 éves korukig vannak úgy a csapatban, hogy még nekik csinálunk programokat, és értük szolgálunk persze. Közben már párhuzamosan ők elkezdhetnek feladatokat vállalni a csapatban, akár őrsvezetést, akár másfajta vezetést, vannak operatív vezetőink is, és munkacsoportjaink is működnek. Alapvetően a fő célunk és tevékenységünk az, hogy egy olyan biztonságos közeget biztosítsunk a gyerekeknek, ahol önmaguk lehetnek, ahol fejlődhetnek, és tudatosan foglalkozhatnak azzal, hogy megismerjék magukat, és fejlesszék önmagukat. Mindennek
egy nagyon fontos eleme. A természetközeliség, ugye a táboraink is teljesen nomádok, erről biztos megmesélek, illetve egy fontos eleme még a hagyományoknak az őrzése, a magyar kultúra ápolása, és az istenhit is egy fő oszlopa a cserkészetünknek. Illetve fontosnak tartjuk azt, hogy tanítsunk is a gyerekeknek, de nem egy megszokott, egy iskolás módon, hanem úgy, hogy közben cselekedve tanuljanak, hogy egy játék során tanuljanak meg dolgokat, sajátítsanak el készségeket, és azért, hogy később felelősségteljes állampolgárok legyenek, és jó emberek. Említetted a toborzást, ezt hogy zajlik nálatok a toborzás? Igen. A toborzás az nálunk már egészen minimális befektetéssel zajlik, mert annyira a köztudatban van így az iskolákban a csapatunk, hogy gyakorlatilag folyamatos túljelentkezés van, ezért csak egy-egy e-mailt küldünk az iskolai igazgatóknak, hogy terjesszék el, hogy van tagfelvétel, és általában jönnek maguktól a gyerekek. Egyébként amikor még kevesebben voltunk, vagy amikor még kevésbé volt a köztudatban, akkor voltak ilyen nyílt alkalmak, amit meg tudtak nézni a szülők, vagy ilyen próbafoglalkozások és ehhez hasonlók, de mostanában már tényleg annyira benn van a köztudatban, hogy megkérdetjük, hogy van tagfelvétel, és akkor jönnek a gyerekek. És mesélj nekünk, kérlek arról, hogy ti hol működtök egy szépen felújított épületben, ha én jól informálódtam. Igen, van egy úgynevezett cserkészházunk. Ezt az önkormányzat még pont 2007-ben adta a cserkész csapatnak a használati jogát, és akkor még ezek teljesen üres téglafalak voltak, nyílászárok nélkül, nem volt padló, se semmiféle ilyen dolog, és akkor rengeteg önkéntes munkával, a csapatunk tagjainak és szüleinek a kétkezi munkájával az évek során, hát igazából gyakorlatilag 15 év alatt alkottunk belőle egy használható épületet. Ez elengedhetetlen volt az, hogy a csapatunk alapítója, Vesterni András folyamatosan ott legyen, és rengeteg plusz energiáját szánjon rá a munkája mellett, és összefogja ezt az egész projektet. Aztán később szintén az ő vezetésével egy jégpálya is alakult a csapat munkájával párhuzamosan igazából. Eleinte nagyon szorosan összefüggött így a csapattal, és mi üzemeltettük. Most már ettől kicsit függetlenebb, de még mindig sok vezető és tagunk dolgozik ott a pályán. És aztán most tavaly előtt különböző pályázatok és támogatások segítségével sikerült egy hatalmas felújítást véghez vinnünk, illetve a felső szintet is a rendelkezésünkre bocsájtotta az önkormányzat. Így most egy tényleg csodálatosan felújított cserkész otthonunk van, ahol a 41 aktív őrsünk tud gyűléseket tartani, és egyéb csapatprogramok tudnak megrendezésre kerülni. Egy ilyen csapatprogramról mesélsz nekünk, hogy néz ki egy ilyen, mondjuk egy egésznapos csapatprogram? Mm-hmm. Az egészen kevés van, mivel 450 főt nehéz egybe tartani, meg egy program keretein belül kezelni, úgyhogy a legtöbb programunk az inkább kisebb egységeknek szól. Vannak rajaink, ami négy őrsből áll össze. Gyakorlatilag egy raj az egy évfolyam, egy sulis évfolyam, és van két fiú és két lányos egy rajban. Tehát főleg raji programok vannak, illetve korosztályos programok, ami meg két raj, és van 2-3 olyan programunk, ami a teljes csapatot érinti. Az egyik ilyen az egy csapatnap, ez általában a szülők segítségével szokott lezajlani, ahol a saját otthonaikban ilyen állomásokat tartanak, ilyen kis vetélkedőkkel, meg ilyen kis feladatokkal, és mindig van valami cél, amit el kell érniük a gyerekeknek, és aztán a végén összegyűlünk, és ez a kevés alkalmak egyike, amikor az egész csapat ott van. Ilyen még az évnyitónk, és az évzárunk, és ezen kívül még
a csapatmisék, az ilyen alkalmak, ahol az egész csapat összegyűlik, illetve van egy nagyon kedves szokás még, az pedig a locsolás, ahol az őrsök egymásnál összegyűlve, a lányosok egymásnál összegyűlve várják a fiú őrsöket, hogy jöjjenek, és egy ilyen közös csapatos locsolkodást tartsunk. Igen, erről láttam fotókat is, de ezen kívül még önkéntes munkáról is, hogyha jól láttam, akkor ilyenben is részt vesztek, ugye? Igen, a csapatunk igyekszik minél jobban vállalni társadalmi felelősséget is, hiszen ez is a cserkészetnek egy célja, hogy támogassuk azokat, akiknek szükségük van rá, vagy akiknek kevesebb adatot. Úgyhogy az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet fordítunk erre, és a Caritasszal is szorosan együttműködünk, és sokszor megkeresnek minket, hogy szükség lenne segítségre, és most az előző fél év során is volt 2-3 ilyen tereprendezés, vagy ilyen segítség, amit a csapatunk tagjai segítségével vitt végbe végül is a Caritas, illetve szoktunk segíteni az ételosztásban is, és mindenféle év projektjükbe szeretnénk bekapcsolódni. A jövőbeli célok esetleg arról mit lehet tudni, hogy hogyan szeretnétek mégis bővülni, vagy milyen programok vannak kilátásban, akár így a nyáron is? Pont most vagyunk túl a fő eseményünkön, a csapattáboron. Mivel 450-en vagyunk, ezért már nem tudunk együtt táborozni, hanem két tábor tartunk a nyár során. Van egy úgynevezett tanyázás, ami a kisebbeknek szól, és a tábor, ami pedig a nagyobbaknak. Most a nagyobbaknak szóló cserkésztábort zártuk pont tegnap előtt, és még augusztus során lesz egy tanyázásunk, szóval ez most egy ilyen előttünk álló esemény. Nyilván bővülni szeretnénk, mert az a célunk, hogy minél több emberhez eljusson, ez minél több gyerek megélhesse ezt az élményt. És úgy gondolom, hogy mostanra egy olyan struktúrát építettünk föl, ami fenntartható akár 500 vagy 550-600 emberrel is. Nyilván ezek mindig új kihívások, az új tagok, de ugyanakkor nagy öröm is, hogyha egyre többen leszünk. És hogy csatlakozni hozzátok, ősszel lehet legközelebb. Ezt igen. Ősszel van a tagfelvételünk, és nagyon egyszerű metódus igazából, egy űrlapot kell kitölteni különböző kérdésekkel, és akkor ezután elbíráljuk ezt a jelentkezést. Muszáj valamennyire szelektálnunk, mert különben nem tartható fenn egy őrsben, nem nagyon tudunk 12 gyereknél többet fogadni, hogy az őrsfejtőknek kellő fókusza legyen a gyerekeken, és tudjanak figyelni, és a személyes fejlesztést is eszközölni. Ami egy fő szempont, hogy budakalászi legyen, úgyhogy most már egy ideje csak budakalásziakat veszünk föl. Nyilván, hogyha van olyan tesó, aki már a csapatban van, és esetleg környező városokban laknak, akkor is felvételt nyernek, de alapvetően azt mondjuk, hogy ott is vannak csapatok, és ott is szeretettel várják őket. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Nézzék továbbra is a TV Budakalászt, viszontlátásra!